A zene ünnepe alkalmából kedden Szabadkán a szabadtéri koncertek sorozata fogadta a járókelőket és a zenekedvelőket. Szabadka is valamikor vezető szerepet játszott a zenei életbe. Igaz, hogy ez nagyon régen volt, de az nem azt jelenti, hogy ha egy kisebb város vagyunk, hogy méltóan nem tudnánk meginnepelni a zenei világnapot, és ez az ötlet onnan jött, hogy hát miért ne vennénk mink is részt benne. Az egynapos rendezvényen többek között a Szabadkai Filharmónia Zeneiskola növendékei, jazz és komoly zenei együttesek, népdalédekesek, modern pop előadók váltották egymást a szabadtéri színpadon. Szabadka városnak mindig is volt egy ilyen kulturális igénye, komoly zene iránt is, és ez, maga ez a rendezvény, ami éppen most folyamatban van, ez egy picit eltér attól a megrögződött fogalomtól, hogy mi a komoly zene, mivel hogy itt most inkább azon van a hangsúly, hogyha jól érzem én és jól értelmezem az egész dolgot, hogy egy kicsikét kimenjünk a közönség elé, mutassuk meg, hogy valójában még a komoly tartalomnak is van egy ilyen vetülete, hogy a közönsége fel akarja a kapcsolatot találni. A rendezvény célja tulajdonképpen, hogy az emberekhez közelebb hozzák a zenét, és hogy június 21-e az év leghosszabb napja szerte a zenéről szóljon.